Szervusztok! Ismét Anzsalika Habpatron vagyok, és ez pedig a saját csatornám. A mai videóban filozófiai tézéseket fogok nektek megmagyarázni egyszerűen. Filó, az a szeretet, nem magyar nyelven. Zófia, az meg Zsófiának egy másik változata. Bölcsesség, tehát ez a bölcsesség szeretete, ezt jelenti a szó. Régi időkben emberek ezért pénzt kaptak, hogy csak úgy ültek, azt filózgattak. Akár burkolók filóznak azon, hogy ahhoz a csempész milyen színű fugázóanyag lenne jó, paprikás krumplit főzzél, vagy paradicsomos káposztát. Ez így bennmaradt a köztudatba. A görögöknél, a nagy demokráciában, hogy nagy ráérésükben ott gondolkoztak, és például az egyik ilyen fő filozófus, akit ismerünk, Plató. Az volt az elmélete, hogy egy nagy barlangban élnek az emberek, és hogyha onnan valaki kimegy a napra a barlangból, akkor vagy megvakul, főleg ugye most már ugye az UV-sugárzás miatt is. Ha meg visszamegy a barlangba, és elmondja a többieknek, hogy mit látott, akkor meg ugye bolondnak fogják nézni a többiek. Ezt mondjuk ilyen mai példára úgy lehetne lefordítani, hogy egy ilyen drogos a barlangban él, kimegy a barlangból, és akkor nagyon meglepődik, hogy mi van ott kint, mert be van drogozva. Elmondja ezt a többi drogosnak a barlangba, akik nem mertek kijönni, nem hisznek neki meg ilyenek, és akkor lehet, hogy bolondnak fogják tartani, és bezárják a diliházba, vagy pedig lecsukják, mert ugye drogozott. Szokratész az egy görög filozófus volt szintén, nem állított soha semmit, hanem mindig kérdezgetett a vitapartnerét, és addig kérdezgette, amíg az teljesen belezavarodott. Így ez egy nagyon jó PR volt a Szokratésznak, nem lehetett neki ellent mondani, és akkor ő így ezzel operált, hogy buta. Kínaiaknál is voltak ilyen nagy gondolkozók, és ott például az egyik fő gondolkozó Lao Tse volt, Laci, innen könnyebben megjegyezni, az ő gondolata az az volt, hogy nem a cél szentesíti az eszközt, pont hogy az út szentesíti a célt. Hogy lemehetsz az M7-esen is, Balatonfűzkajánra, és lemehetsz a régi 7-es úton is. És hogy ugyanoda érsz, de nem ugyanazon az úton. Ott például úgy oktattak, hogy bottal ütögették a tanítványokat. Például ez a mondás, hogy bottal üthetjük a nyomát, ez is onnan származik, mert hogy voltak olyan okos tanítványok, akik már tudták, hogyha kérdeznek valamit, akkor gyorsan el kell ugrani, hogy nehogy megüssék őket. Van egy ilyen példabeszéd is, Trencinánusz egyik nap gondolt magába valamit, hogy megkérdez Mucsing-Fucing mestertől. Fucing-Kusing mester már is hókon nyomta a botjával. Miért vágtál hókon Fucing-Musing mester? Még meg se szólaltam. Azért, Trencinánusz, mert felesleges lett volna megvárni, míg elkezdesz beszélni. Descartesnak ugye van a híres mondása, hogy gondolkodom, tehát vagyok. Ez mondjuk csak akkor kínos, hogyha nem jut eszedbe semmi. Sartre azt mondta, hogy minden körülmények között szabad vagy, és így nem vagy áldozata a körülményeknek. Tehát, ha megcsíp téged egy szúnyog, akkor te nem a szúnyog áldozata vagy, mert te akartad, hogy megcsípjen, és hogyha te meg lecsapod a szúnyogot és megdöglik, akkor a szúnyog az meg azért csípett, mert meg akart halni. Aki ugye nagyon fontos, az ugye Marx. Ő azt vallott, hogy a történelem az osztályharcoknak egyszerű története. Ez akkor fog felszámolódni, hogyha felkelnek és egyesülnek a világ proletáriai, és eltörlik a kizsákmányolást. Úgy lehetne lefordítani, hogy ugye egy iskolában is addig tartanak az osztályok között a harcok, amíg el nem ballagnak. Nagyon sok német filozófus volt. Ilyen például az egyik Kant. Őt onnan lehet megjegyezni, hogy ő Kant. És ő egy ilyen jó akarú ember volt, egy ilyen jó indulatú valaki, és az utolsó mondata is az volt, amikor meghalt, hogy es ist gut. Minden jó. De az is lehet, hogy azt akartam mondani, hogy minden jót, vagy minden jót Mónika, nem tudjuk, mert ugye meghalt. A Schopenhauer az már nem volt egy ilyen jókedvű filológus. Ő azt mondta, hogy valójában az élet nem arra való, hogy élvezzük, hanem arra, hogy átvészeljük és befejezzük. Életünk az egy nagy szenvedés, és a szenvedésektől úgy szabadulhatunk meg leginkább, hogyha ilyen aszkéták vagyunk, meg mindent megvonunk magunktól. Volt egy kutyája, azzal élt,
És hát ugye, amilyen élete lehetett a kutyának, ez szerint a gondolkozás szerint valószínűleg meg is értette ezt a filozófiát. Nietzsche az egy nagyon bátor német filozófus volt, ő szerinte Isten halott. Hogyha meg Isten van, akkor meg Isten szerint Nietzsche halott, és mivel mondjuk Nietzsche tényleg halott, ezért több, mint valószínű, hogy Isten van. Filozófiánk ugyan mindannyiunknak van. Nekem is van, azért indítottam ezt a csatornát, hogy ezzel gazdagítsalak titeket, ti is gazdagítsatok engem a ti filozófiátokkal, írjátok meg, hogy ti miben hisztek, iratkozzatok fel a csatornámra, vagy legyetek takok. Sziasztok!